A 23 éves Desi az első roma tanárok egyike Bulgáriában. Az országban a romák mindössze 3%-a rendelkezik egyetemi diplomával, és csak 23%-uknak van középiskolai végzettsége. Sok esetben a roma nőket már nagyon fiatalon férjhez adják, így nincs lehetőségük arra, hogy képezzék magukat. Pedig a bolgár közoktatásban jóval több roma tanára lenne szükség, akik visszamennek abba a régióba tanítani, ahonnan származnak. A 23 éves Desi minden nap 6:30-kor hagyja el a házat, munkába megy. Szia, Nagyi! Szia, Desi! Szép napot! Az ő korában a legtöbb roma nőnek már gyereke van, és sokuknak érettségie sincs. De Desi más utat választott. Tanárnak tanul, 3 éve pedagógus asszisztensként dolgozik egy Lukovit óvodában. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen messzire jutok. Már gyerekkoromban is lelkesedtem a tanítás iránt, de mindig azt gondoltam, ez egy elérhetetlen álom. Jó jegyei voltak az iskolában, majd az érettségit is megcsinálta, de úgy gondolta, az egyetemre lehetetlen lesz bejutnia. Azt hittem, hogy nem lesz belőle semmi, mert nem volt rá pénzem. De aztán jött egy hívás, Anahittől, egy olyan óvoda vezetőjétől, amely főként roma gyerekeket fogad. Ők még nem beszélnek bolgárul, és itt kellene megtanulniuk a nyelvet. Nagy nehézségeim voltak, mert nem értettem a gyerekeket. Nem volt senki ebből a millióból, aki segített volna nekem. Nemhogy képzett roma pedagógus. A roma gyerekeknek viszont szükségük van egy ilyen kapcsolatra. Anahittól hallott Desi, a Bizalom a Társadalmi Kezdeményezésnek nevű civil szervezet fiatal roma tanárok programjáról. A szervezet olyan szociálisan hátrányos helyzetű családokból származó diákokat támogat, akik tanárok szeretnének lenni, és kifizeti helyettük a tandíjukat. Célunk a roma gyerekek támogatása. Már az óvodában képessé kell őket tenni a tanulásra, ezért bátorítjuk az óvodákat, hogy vegyenek fel olyan képzett pedagógusokat, akik a gyerekek milliójéből származnak. Nagyon nehéz volt ilyen tanárokat találni. Lukovit községben, a roma negyedben a gyerekek alig fejezik be a 12. osztályt. A legtöbbjük már előtte férhez megy. Nagyon boldog vagyok, hogy rátaláltam Desire. Bulgáriában a romáknak mindössze 2,6%-a rendelkezik egyetemi diplomával, és csak 23%-uknak van középiskolai végzettsége a civil szervezet kutatása szerint. Az, hogy a roma lányok és nők korán férjhez mennek, történelmileg alakult így ebben a népcsoportban. Ez máig öröklődik egyik generációról a másikra. De hiszem, hogy tanulással ez áthidalható, azáltal, hogy felfedeznek egy másfajta életmódot. A családomban senkinek sincs egyetemi diplomája. Ezért vagyunk büszkék Desire, mert elérte, amit akart, hogy feljebb tudott jutni az életben. A civil szervezet 2018 óta 77 fiatal támogatott. Közülük 42-en már egyetemen tanulnak, mint Desi, aki idén kapja meg a diplomáját. A tanáraink gyakran az elsők a családban, akiknek egyetemi diplomájuk van. Ezzel új utat nyitnak a többiek előtt. És reményt, hogy nekik is sikerülhet. Mégpedig a saját közösségeikben, Bulgária sok kis településén. A fiatalok több mint fele már most helyi gyerekekkel foglalkozik. Pontosan ez az, amit az Anahithoz hasonló óvónők szeretnének. Ma már teljesen más környezetben mozgok. Egy dolgozó, független nő vagyok. Desi pontosan ezt szeretné átadni a gyerekeknek és szüleiknek, hogy van más út is, mert Desié példa lehet mások számára is.